Hello, sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint unboxing videó lesz. Rég volt már ilyen, ideje volt, hogy legyen. Szóval, nem más, mint egy videókártya, méghozzá egy MSI Radon RX 550 Aero ITX. Hát erről mit kell tudni? Kicsi, viszonylag erős az árához képest. DirectX 12, Vulkan chippel, FreeSync 2-vel, Esport Ready, nem tudom ez mi, Relive Capture, bla bla bla. 2 giga memória, DirectX GDDR5, ami azért fontos, hogy gyors legyen, DirectX 12 és OC Edition. Bocsánat a krákugásért, meg vagyok fázva. Az egyik oldalán semmi értelmes nincs. Csak nagyon apró betűs rész, illetve a neve mindenféle nyelven, már nem tudom, minden nyelven ugyanaz a neve. Másik oldalt a modellnév, stb. Tehát kis csinos doboz igazából. És akkor itt van ez, igen, ITX OC Edition. Stop Libor Novatek, hogy honnan vettem. És akkor itt van a hátoldala, itt egy picit több info van. Elvileg solid condition, amire ha full loadba megy, 10 év garanciát vállal az MSI. Hát mondjuk ez, kíváncsi vagyok én arra 10 évre. És akkor itt is van, amit mondtam, hogy 12 év gaming és 40 év office használatot ígérnek a kondik. A hűtés elvileg nagyon jó. Ez egy 2 gigás 128 bites kártya, DisplayPort HDMI DVI-D, ami ugye kell, hogyha olyan monitorra kötjük, hogy ki tudja használni. Itt le van írva a 4. generációs GCN, meg egy csomó másik baromság, Virtual Support és tudom minden. Ez igazából nem igazán érdekel engem, mivel hogy nem úgyse egy gamer videokártya igazából. Papír, garancia, meg ilyenek. Kaptam egy ilyen kis üdvözlő lapot benne. Ezen lehet itt regisztrálni, és nem lesz semmi. Itt van maga a videókártya. Ezt picit később. Dobozba más nem igazán van. Telefonnal videózok, úgyhogy a minőség olyan lesz, amit az iPhone 7 Plus tud. Egy telepítő CD, bár nem tudom, hogy valaki használ-e még ilyesmit, nekem még CD olvasóm sincs. De nem is érdekel, hogy úgyis online szedjük le az utolsó drivert, egy kis user guide, beszerelési útmutató, nem érdekel minket, és lássuk magát a kártyát. Kierőszakolom az acsiból. Közben itt van egy csomó leírás, hogy miket tud, meg miket nem. De akit érdekel, egyébként felmegy a hivatalos weboldal és megnézi. Valószínűleg be fogom linkelni a videó alá, hogy azért ne kelljen keresgéljétek. Néztem teszteket, gondolkodtam rajta, hogy GTX 1050-es legyen, vagy 1060-as. Hát az 1060-as ugyebár gyorsabb lenne. Egy pillanat. Csak kierőszakoltam a dobozból, vagy a zacsiból. Tehát az 1060-as lényegesen gyorsabb lett volna, viszont dupla annyibe is kerül. Ezt a modellt én kifogtam nagyon jó árba. Igazából gyakorlatilag ingyen ahhoz képest, hogy ugyanez a márkájú videokártya, mármint ugyanez a modell más gyártótól sokkal drágább. Ez valamiért promócióban volt és olyan árba volt, hogy azt mondtam, hogy inkább ez kell. Amire én fogom használni, arra tökéletes lesz. Hát itt van egy elég szép kis cooler, csendes lesz szerintem. És az volt a lényeg, hogy ITX legyen, hogy legyen kicsi, és ahhoz képest erős. Meglátjuk, hogy mit tud. Jól néz ki igazából, eleje, hátulja, hűtés, az látom, azért van rajta cucc. A hátoldala egyszerű, tehát nem egy drága kártya, nincs mit elvárni tőle. Ez a kis műanyag szar lejön. Oké. Okay. Hát egyszerű PCI Express slot.
oldalt még van ugyebár a DVI csatlakozó, HDMI, illetve DisplayPort. Én HDMI fogom egyelőre használni, aztán hogyha jön egy normális, lesz egy normális monitorom, akkor valószínűleg vagy DisplayPorton, vagy DVI-on, de a DisplayPortot inkább preferálom. És ahogy nézem, ennek nem is kell plusz táp. Pedig mintha úgy olvastam volna, hogy 6 pines csatlakozó van hozzá, vagy kell hozzá, de ahogy látom, nem. Na, hát gyakorlatilag ennyi lett volna igazából ez a unboxing. Véleményeket lehet írni róla, majd én is fogok csinálni valószínűleg egy videót, amiben megnézzük, hogy mit tud mégis, azért így játékok terén is. De nincsenek túl nagy elvárásaim tőle, mivel ebbe az árkategóriába azért nem egy éppen játékra való videókártya, hanem max ilyen alapszintű dolgokat fogok tudni vele csinálni, de nem is arra kell egyelőre. A pozitív-negatív kommenteket szívesen várom. Hamarosan következnek még videók. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!